Mécsesek és kavicsok a holokauszt áldozatainak emlékművénél, a Dunaparti cipőknél. Az országgyűlés döntése értelmében 2001 óta minden évben április 16-án tartják az évfordulót arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. A megemlékezést kezdeményező Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter javasolta, hogy a középiskolákban minden évben április 16-án emlékezzenek meg a holokausztról. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, senki nem maradhat néma és tétlen, amikor bárkit származása vagy hite miatt üldöznek. Szemernyi engedményt sem tehetünk azok utódjainak, akik 70 éve a Dunapartra hurcolták a honfitársainkat, és akik ma beleköpnek a meggyilkoltak után maradt, örökre elárvult cipőkbe. Nem maradhatunk se némák, és nem maradhatunk tétlenek. Azután, ami 44 telén a pesti Dunaparton, Auschwitzban történt, magyar nyelven nincs többé ártalmatlan zsidózás, ártalmatlan cigányozás, nincs többé ártalmatlan kirekesztés. Lázár János arról is beszélt, hogy a nemzet több, mint puszta érdekszövetség, ahogy fogalmazott, a nemzet valójában sorsközösség is. Mert tudását a gyöngyösi ferencesek után Angliában...